Srácok, egy újabb nap az iskolába, alig várom, ez az első, ez ugye új iskolát váltatom, és az első nap az iskolába. Kíváncsiak, milyen emberek lesznek itt, nézzük akkor. Sziasztok, hello, hello, ezt tanuljátok a nullal való osztást, érdekes. Szia, hogy hívnak? Én Erik vagyok. Erik, volt az előző iskolában, hogy Erik, az egy elének csicska voltam, úgy, de remélem, te más leszel. Az Erikek csicskák, persze. Nem, bocsánat. Pizza illatot érzek. Igen, mellett pizza. Igen, anya csomagolta nekem, ez a mai kajám, miért? Hogy nézem már meg. De ez... Mert tudod, ebbe a pizzériában nagyon rossz pizzákat csinálnak. De figyelj, de ez most az enyém meg, észnapi kajám ez. De nem, csak megnézem. Jó, de megszámom hány szelet van benne, hogy nehogy ellopjad, várjál. Oké, egyet meg is ettem gyorsan, rendben. Jó, tessék, akkor nézd meg, de utána add vissza, rendben. Jó, visszaadom. Rendben. Mondjuk, ki az a hülye, aki pizzát akar nézni, srácok? Nem is értem. Na mindegy, kit érdekel. Na most, hogy visszakaphatom a pizzámat, haverom, légy szép. Na, itt van. Jó, köszi szépen, mi? Megetted, rohadék, te köcsög! Nem, komolyan mondom, mindig ez van, és nem találok egy normális iskolát, ami itt... Három fejés trucc, menj már innen! Jó van! Torgonosz! Itt vagy! Hol vagy? Itton vagy! Doktor Gonosz! Jaj, hol van már ez a csávó? Mit csinálsz? Nem tudsz kapogni! Az ajtó van! Bocsánat, hogy éppen szarsz, de beszélni akarok veled! Nem tudnál pár drága ruhát venni nekem, hogy mennyire legyek a suliba, és ne csúfoljanak? Lehozom a WC-t! Jó, oké. Szóval nem tudsz venni pár ruha darabot, nekem egy jó drágát, hogy benne legyek a suliba? Ruhát? Én venni, ha rajtam sincs ruha, eladtam a köpenyemet, és arra hóból építettem a házat, nem látod? Ja, kimentem a hegyekbe, és összelapátoltam, annyira nincs pénzem, hogy téglát vegyek. Van más ötletet, hogy hogyan ne bántsanak a suliba meg ilyenek? Na jó, egy megoldás van. Ki kell, hogy edzelek, és akkor olyan erős leszel, hogy majd így vacsacsal! De vigyázz, összeomlik a ház, tesó! Ne! Jó, gyere, menjünk ki, szét fog omlani! Pok, mondd, kiértünk, hála az égnek! Az igen! Jó, oké, hát az már... Igen. Ezt meg tudom neked tanítani, hogy ilyen erős mozdulatokat csinálj. De és kiütöttél egy húblokot, na mindegy, mivel kezdjük amúgy az edzés, mondjál valamit! Na, először is... Oda kell futnod, meg vissza az utca végére. Jó, rendben, az nem tűnik bajoltak, gyerünk, futás. Jó, Isten, most sok meki, komolyan mondom, olyan dagadt vagyok már. Jó, mindegy, hát a hájpacikat, jó, mi van a kezedben? Mi kell? Kicsit elzítünk. Jó, miért elzítünk, úristen, jó, rendben. Eltört a lábam, így nem bírok futni. Két törött lábbal, áú! Jaj, Isten, boldog vagyok, mint ezek a malacok, amik se futnak! Jó, rendben, áú! Megyek, úristen, srácok! Jaj, de a fejemben, kicsit vérzik a fejem, kezdek kicsit szédülni! Jaj, oké, elértem, vége! Na, mi a következő? Nem akarok futni! Na, a következő edzés! Üdj szét ezt a gyapjú embert! Képzeld azt, hogy ez az a gyap! Ez tutoriál, barátom! Olyan easy volt, mint az egyszer egy meg egy! Tutoriál? Igen! Akkor üdj szét ezt a falat! Jó, oké! De elég erős vagy! Jó, ütöm, bam, ütöm, ez amúgy még kis simán megy, barátom. Simán kiütöm. Kicsit lassabban, de tessék. Igen, következő feladat. Na, már elvészte dolgod, azt hiszed, hogy ennyi vagy? Igen. Na tessék. Mi a pisa? De azt vágod, hogy ezt nem lehet szétütni. Képes vagy rá. Csak gyakorolnod kell. Jó. És el kell bíznod magad, hogy ha én szét tudom ütni! Hol vagyok? Jaj!
Hát amúgy behoztalak ebbe a házba, mert építettem egy újat. Volt időm, mert 3 napig ütötted azt a követ, de amúgy nem ütötted ki, az a lényeg, de 3 nap az nem rossz. Látod, felépítettem egy házat hóból megint. Megint hóból, mi van ilyen sötét itt, Jézusom? Én vagy! Fel fogom elvenni, Istenem, és legalább fejlődtem valamit, várjál, megpróbálom most már szétütni, által azzal legalább valamit fejlődök. Nézzük, hát egy most, aki tudom ütni. Nem tudom, és máshogy is nézek ki, mi történt velem, mérges! Szétedzetted a fejedet is, A fejemmel is ütöttem a követ, vá! Na nézzük akkor, miért tudok még csinálni, nézzük! Ez amúgy elész! Nagyon menő! Várjál, fingalom kell! Mi ez? Ez egy szuper fing volt, Zoli! Azért egy szuper fing, az nagyon komoly, barátom! És várjál csak egy picit! Ez micsoda? Mi tudok gyors is lenni? Tesó, nagyon gyors vagyok! Mi a picsa ez? Jó, oké. Jó, most ám, mutasd meg annak a gyerkőcnek. Azt mondod, itt az idő, megmutassam. Jó, oké, megmutatom. Jó, menjünk, Superfing! 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 Ez az, a Superfing nagyon menő, srácok, nem? Vagy hát annyira mondjuk nem, de mindegy. Erik, gyere ki! Gyere ide! Gyere! Na mi van, megint kijössz egy pár brióst a fejedre? Igen! Gyere ide, állj! Állj! Várj egy picit! Először is szeretném, hogy az egész iskola jön ki! Megmutatom, hogy mi lesz a bántalmazókkal! Azt mondom, hogy összegyűltetek erre a mérkőzésre! Erik, átadom neked neked! Látod, senki nem érdekel téged! Már el is önnök! Jó, akkor üss! Na, de gyere! Aha, jó, gyerünk, hopp! Oké, most... Jó, most én jövök, én ütök, oké? Nézzük, mi történik! Na, Oké, hát ez egyszerű volt, mint gondoltam. Kis szegényke, azt hittem, hogy valamit ér, srácok. Na mindegy, úgy látom, mindenkit megölök most már együttéssel. Gyertek, malacok! Szuperszónikus ütés! Paf! És paf! És paf! Paf! Egy malacdarációk! Jól van, hát ellenem nincs ellenfél, komolyan mondom. Hát Erikkel senki nem szórakozhat így, hogy csak így megütik, aztán elájulok. Hát ez milyen játék, ilyen nincsen. Én most edzeni fogok, így, hogy hát azért látszódik, hogy Erik vagyok. Már nem mosolt össze a szél ezeket az izmokat. És most eszek egyet, és akkor egy 20 000 kilométeres futás. Futás, fut, Erik, fut. Most hát 15 órája futok, itt az ideje, hogy leromboljam ezt a házat. És Erik szétüti ezt a hóházat. Ez aztán nem volt semmi. Na most megmutatom annak a gyereknek, annak az XP gyereknek, hogy most ki a komoly csávó ebbe a városba. De előtte kirabolom a bankot. Igaz. Kell egy kis pezó, mert... Kirobbantottam el fel a házamat, pedig most építettem ezt az új hóházat. Nem hiszem el, nem lehet nyugodtan lakni, meg hóból építkezni. Elmegyek a hómobilommal. Gyorsan, srácok, valaki azt mondta, hogy kirabolták a izét, megit éppen, gyorsan be kell mennem. Ki lehet az a gyökér, mi? Fel is gyújtották. Mi a fene ez? Erik? Erik, az a dolgozsa a tüzet, hogy szétverem megint a fejedet. Nem fogom. Mit? És nem tudsz már szétverni. Mert sokkal erősebb vagyok, mint úristen, gyorsan! Úristen, hát ami szuper erős lett, is tud repülni! Gyorsan, fing erő! Ez az, jó, menjünk, oké, gyerünk, szuper fing, jó? Itt nem talál rám. Gyorsan. Jézusom, srácok, Erik is kigyúrta magát, kitesiszte magát. Nem hiszem el, jól van. Oké, itt nem fog rám találni soha a raktárba. Itt jó távol vagyok a városból, mire itt ide ér, legalább nem fogja bántani az embereket. Valerik, itt vagyunk. Gyere akkor, kapj el. Jó, oké. Jó, gyerünk. Szuper ütés. Vá, gyerünk. Gyerünk, szuper ütés, ez az. Jó, oké, gyorsaság. Jó, kapj el, a tudsz, háromfejű strúc. Most megkapják mindenki, akik is szivatnak. Wow, itt felmegyek, hoppá. Megkerülök minden. Fing, ez az, jó, és most fing. És most fing, ájá. És most hirtelen jön a szuper ütés. Visszaütöm a sugarak a taverom. Visszaütöm. Nem ütöd vissza. Jó,
Van egy ötletem, srácok! Van egy ötletem, mennünk kell, jó? Oké, gyerünk Fink meg ilyenek! Beviszem a szuperütés, srácok! A legnagyobb ütést! Ez olyan komoly dolog, hogy komolyra váltunk! Erik, gyere ki! Gyere ki! És állj elé, mint férfi a férfival! Jól van! Itt vagyok! Készen állsz a szuperütésemre? Ez komoly volt! Úgy látom meghalt, mert itt van a cucca! Jó, srácok! Hát ezért ne szórakozzatok, komolyan mondom, más emberekkel, és ne viccelődjetek meg, ne csúfolódjatok! Ez a videó viszont ennyi lett volna! Így, találjatok meg ti is szuper fingani, ez a videó ennyi lett volna! Szevasztok, drágis, sengő, sziasztok!